Ukrajna következik. Nagyon egyedi ruhában, ugye ezzel a nadrágos, pici szoknyás ruhában már felfigyeltünk rá a selejtezőben is. Nagyon szép, elegáns versenyzők. Egyszerű a dresszük, de szép. Itt is van egy versenyző, 26 éves. Úgy azért hívták most vissza, mert nem volt meg a csapatuk. És nagyon rövid időn belül nagyon sokat is fogyott azért, hogy itt lehessen. Itt lehessen, igen, és a legjobbat nyújthasson. Itt is egy hiba, és nem vett részt az együttműködésben. Ez az egységes kék ruha, és hogy a szalagban van egy pici zöld és olyan sárgás árnyalat. Földről dobták és földön kapták el, ez is emeli a szercsere értékét. A szercsere ugye az, amikor minden versenyző dob egyszer, és egy másik versenyző szerét kapja el. És ilyenből ötöt kell bemutatni egy gyakorlat folyamán. Hú, ügyesen kapták el, és ott megint egy kicsi pontatlanság. Volt. De azért nagyon megütötte a fülemet azt, amit mondta, hogy 26 éves versenyzőt kellett visszahívni, mert nem volt meg a csapat. Hát azért ők, gondolom, versenyzőben nem állnak úgy, mint mi. Tehát miért kellett akkor visszahívni egy versenyzőt? Mert nincs olyan szinten? Igen, valószínűleg a következő versenyző nincs olyan magas szinten, mint ő. Illetve itt is számít náluk is az, hogy mennyire dolgozik valaki hibátlanul. Mert lehet, hogy valaki nagyon jó, de versenyen pedig elrontja. És onnantól kezdve nem tudnak vele mit kezdeni. Mert aki ront, az már nem rúg labdába. Soha többet? Hát nem az, de hogyha egy csapat... De leírják tép. Hát hogyha egy csapatban valaki hibázik, egy csapat, akkor az a csapat biztos, hogy nem nyer érmet, de még csak dobogó közelébe se kerül. Tehát nekik olyan versenyzőkkel, mint az oroszoknál is, nem biztos, hogy a legjobb képességű versenyzők vannak bent, de hibátlanul dolgoznak. És hát gondolom, nem is annyira nehezek a feladatok, amiket ők végeznek, vagy ez tévedés, ugyanolyan nehéz dolgokat kell végrehajtaniuk, vagy talán még nehezebbet? Nehezeket csinálnak ők is. Nekik az edzéseik nagyon nehezek, mert ugye az egyéni versenyzőnél van, úgyhogy a másik versenyző gyakorol, és ő csak oldalt valamit csinál. Itt mindazok mindig dolgozik.